Haraszti Ágostonra emlékeztek a Los Angeles-i városatyán. A Los Angeles-i városháza és vezetőinek meghívásának tett eleget dr. Kálmán László, Los Angeles-i főkonzul és több közismert amerikai magyar személyiség. A kaliforniai szőlőtermesztést és borászatot megalapító Haraszti Ágoston születésének 200. évfordulójának tisztelete alkalmából. A magyar küldöttség a nyílt ülésen kapott lehetőséget a felszólalásra. Dr. Kálmán László beszédében elmondta, hogy a fennálló jó kapcsolatokat megpróbálják még tovább aktivizálni. Örömmel tölthet el mindenkit Tokaj városa és a kaliforniai Sonoma testvérvárosi szerződés létesítése. Beszédét kihasználta kicsit diplomáciai célokra is, hiszen őszinte részvétét fejezte ki Magyarország nevében is a Líbiában szolgáló amerikai nagykövet és 3 diplomata társa meggyilkolása miatt. A Los Angeles-i városházán vagyunk, itt fogadtak bennünket ma dél 10 órakor a Haraszti 200 éves emlékünnepségek kapcsolatosan kaptunk egy elismerést, amelyben az amerikai fél, Kalifornia, Los Angeles, San Francisco és különböző intézmények, hivatalok, és nagyra értékelik azt a hídépítő tevékenységet, amelyet a magyar és amerikai kapcsolatok érdekében teszünk. Természetesen az amerikai képviselők sem maradtak tétlenek, hiszen többen is kérdéseket tettek fel a magyar küldöttséghez. A vendéglátók nagy érdeklődést mutattak Magyarország iránt. Méltatták Haraszti Ágoston munkásságát. Andrew Friedman megköszönte a Los Angeles-i és amerikai vezetőknek, hogy lehetőséget adtak a magyar embereknek, hogy itt Amerikában sikeresek legyenek. Ez is kellett Haraszti Ágostonnak, hogy ismert emberré váljon Amerikában. Austin Haraszti egy igazi magyar ember volt, aki a bor industry-t behozta Kaliforniába. De ő volt az első között, akik híres magyarok jöttek Los Angeles és Kaliforniába, és ő utána több magyar ember érkezett Los Angelesbe és Kaliforniába. Az 1956-os forradalom után természetesen a menekültek Amerikába kerestek szabadságot, és Los Angelesbe sok magyar talált szabadságot, és sikert találtak. És ezt mondtam ma a Los Angeles City Councilnak, hogy én büszke magyar ember vagyok, büszke amerikai vagyok, és büszke Los Angeles-i vagyok. Az ilyen találkozók nagyban elősegíthetik a kétoldalú együttműködéseket, fejezték ki a képviselők. Frank de Balog felszólalásában többek között elmondta, hogy Haraszti Ágoston alapította a kaliforniai borászatot. Erre nem csak a magyarok, hanem az amerikaiak is büszkék. Én egy Los Angeles megyei biztos vagyok, és a mai nap nagyon fontos abból a szempontból, hogy amerikai magyar vagyok, és fontos is Magyarországnak, mert mi beszélünk egy olyan egyéniségről, egy történelmi egyéniség, aki a úgynevezett kaliforniai aranyláz időbe nagy ember volt, és Los Angeles város az a legnagyobb város a Kaliforniában, és hogyha ők ilyen embert méltatnak, akkor ez nekünk fontos.